Aranyminősítést kaptak a nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium tanulói a 28. Erkel diákünnepeken Gyulán. A diákfesztivál résztvevőinek száma megháromszorozódott a legutóbbi találkozóhoz képest, közel 800-an jelentkeztek. Köszöntöm a stúdióban Mikó Gyöngyit, a Vasvári Pál gimnázium pedagógusát. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És én is szeretettel köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Mindenek előtt szívből gratulálok. Köszönjük szépen! Egy kicsit beszéljünk magáról a diákünnepekről. Miért nem egy szimpla fesztivál ez? Mitől hívják diákünnepnek? Igen, valóban 28. alkalommal került megrendezésre Gyulán az Erkel Diákünnepek Fesztivál. A diákok körében csak így hívjuk ezt a rövidítést, hogy EDÜ. Amikor hozzánk kerülnek, a diákok már alig várják, hogy két évente, mindig a páratlan években elmenjünk az EDÜ-re. Hogy miért ünnepek? Azt mondanám azért, mert ez egy rendkívül, amellett, hogy nagyon jó szórakozási lehetőség a gyerekeknek, rendkívül színvonalas verseny is. Mindig olyan személyeket hívnak a zsűribe, akik valóban elismert szakemberek. Emellett persze lehetőség van arra is a diákoknak, hogy ismerkedjenek, egyáltalán kinyíljon előttük a világ, megnézzék azokat a területeket a különböző művészeti ágakban, ahol esetleg ők még kevésbé jártasak, és megismerkedjenek ezekkel, illetve hát olyan kiváló személyekkel, akár a zsűrin keresztül, akár pedig a fellépőkön keresztül, hisz különböző programokon vehetnek részt a diákok, akikkel eddig még nem találkoztak. Nem egyszerű drámafesztivál lesz, hanem sokféle művészeti ágról beszélünk. Tehát hány kategóriában hirdetnek meg versenyeket? Ha jól tudom, ebben az évben 15 kategóriában indultak, körülbelül valóban 800-an, tehát ez egy óriási szám és óriási szervezést is igényel Gyulán, elsősorban az Erkel Ferenc gimnázium, illetve hát a művelődési központ szervezésében történik mindez. Nagyon hosszas előkészületeket igényel, különböző helyszíneken vesznek részt a versenyzők. Ez bizony nekünk, oda utazó és felkészítő tanároknak bizony sokszor elég nagy gondot jelent, ugyanis a különböző helyszínek között azért távolság van, és ezek gyakran egy időben vannak, ezért jobb, most is többen mentünk kísérő tanárok, és ilyenkor beosztjuk, hogy ki melyik helyszínen vesz részt, és kíséri el a diákját. Maga a Vasvári az hány kategóriában indult az idén? Ebben az évben, hát most gyorsan összeszámolom, először is az irodalmi színpad kategóriában két csoportunk is indult, nem csak egy. Ezen kívül vers és prózamondás kategóriában indult Ács Vanessa az iskolánkból, népdaléneklés kategóriában Prekopcsák Janka, aki még ezüst minősítést is ért el, úgyhogy innen is szívből gratulálok neki, illetve önálló irodalmi alkotás kategóriában Magyar Boglárka, aki szintén arany minősítést szerzett. Az, hogy tavaly óta megháromszorozódott a résztvevők száma, az egyrészt nagyon örvendetes valahogy. Úgy tűnik, hogy a diákok a művészetek irányába jobban érdeklődnek, és azért itt a virtuális világ, mint versenytárs, ez nagyon-nagyon komoly tényező, tehát azt gondolom, hogy ennek nagyon lehet örülni. Érzik a Vasváriban is ezt a folyamatot? Igen. Megnövekedett az érdeklődés a művészeti területek iránt? Igen, egyértelműen. Egy kicsit szólnék arról, hogy hogyan is alakult valaha a Vasvári Színjátszókör. 2011-ben jött létre ez a csoport, és én ezt mindig büszkén hangsúlyozom, hogy belső kezdeményezésre, azaz maguk a diákok szerettek volna egy ilyen csoportot létrehozni. Teljesen amatőrként működünk, tehát semmiféle profi végzettségünk nincs, és a gyerekek valóban lelkesedésből, elkötelezettségből, az irodalom, a művészet iránti szeretetükből járnak erre a szakkörre. Aztán először mi 2013-ban jutottunk el Gyulára, és ez olyan nagy hatással volt a diákokra, ez az ottani megmérettetés, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt mindenféleképpen folytatni kell. Van egy előválogatás a gyulai szereplés előtt? Nem, igazából önkéntesen vállalják ezt a gyerekek, akiket úgy látunk, hogy valóban tehetségesek és képesek a feladatok elvégzésére, és ennek megfelelően készítjük fel őket. Úgy értem, hogy ilyen területi forduló vagy ilyesmi nem előzi meg. Nincs, nem előzi meg, nem. De regisztrálni kell, és akkor úgy lehet jelentkezni. És aztán nagyon nagy örömünkre 2013-ban, tehát amikor először elmentünk az EDÜ-re, akkor már nagyon nagy biztatást kaptunk a zsűri részéről, hogy érdemes folytatni, és az első
nagy sikerünket 2015-ben értük el Tasnád István Rovarok című darabjával, amikor külön díjasok lettünk. Ez újabb lendületet adott a csoportnak, hogy van értelme mindezt csinálni. Persze ez 2015-ben volt, most pedig 2019-et írunk, tehát nyilván az a generáció, az a csapat, így van, már elment, de nagyon jó útravalót hagytak a mostani diákoknak, és a mostani diákjaink is ebből adódóan nagyon-nagyon lelkesen készültek erre az előadásra és a megmérettetésre. Mi volt az, amit most előadtak? Hát maga a darab is rendkívül különleges volt. Én nagyon-nagyon büszke vagyok arra, hogy az előadás úgy született, maga a darab is úgy született, hogy egy végzős 12-es diákunk, akinek már a nevét említettem, Magyar Boglárka írta tulajdonképpen a Valahol Európában című film, illetve musical alapján a Rejtély Európában című darabot. Természetesen a cím is mutatja, hogy nem ugyanarról van szó, hanem átdolgozás, feldolgozás, műfaji ötvöződés, krimi elemekkel, bűnügyi történettel, természetesen szerelmi szállal, hisz az nem maradhat el, és maga a darab is a korosztályukról szól, a fiatalságról, a bandákról. És az, hogy magukénak érezhették, nyilvánvalóan ez fél siker. Így van, ebből adódik, így van. Mi az, ami amellett szólt, hogy aranyminősítést tudtak kapni, és tegyük hozzá, hogy itt nem több csoport kap aranyminősítést, hanem ez olyan, mint egy első díj. Így van, így van. Tehát ezen a fesztiválon csak egy arany, egy ezüst és egy bronz, illetve külön díjat szoktak kiosztani, ez most is így történt. Tehát tulajdonképpen valóban a Vasvári Színjátszókör a legnagyobb elismerésben részesült. Hogy mi ennek a titka? Igazgatón is úgy fogalmazott a kommentjében, hogy a 8 éves kemény munka. Valóban a csapat egyetlen egységet alkotott, 13-an vettek részt most ennek a darabnak az előadásában, és valóban úgy gondolom, hogy mi most a diákok, illetve jó magam, mint felkészítő tanár és a párom, Feró Csaba is részt vesz ebben a munkában, egy igazi nagy családot képezünk. Ha gondjaink vannak, problémáink, azt is együtt oldjuk meg, mert ilyen is volt a felkészülés során természetesen, és amikor lelkesítésre volt szükség, akkor ezt is próbáltuk közösen megoldani, hogy igenis van értelme ennek a munkának, és érhetünk el sikereket. Mit jelent a Vasvárinak az, hogy ennyire erős művészetekben? Mennyiben ad ez pluszt egy vasvári diák számára? Hát szerintem köztudomású, de szintén voltam itt a Kölcsei Televízióban is néhány hónappal ezelőtt, ugyanis a Vasváriban 50 évvel ezelőtt indult az énekzene tagozat. Ebben a tanévben ünnepeltük az 50 éves jubileumot, és ennek keretében is látogattam el éppen ide a Kölcsei Televízióba. Na most emellett, hogy az énekzenének ilyen óriási hagyománya van, emellé pontosan 4 évvel ezelőtt létrehoztunk egy úgynevezett magyar orientációs csoportot, hisz láttuk, hogy van érdeklődés, van igény az irodalom iránti elkötelezettségre is, és ezért az énekzene csoportunkat kiegészítettük még egy magyar orientációs csoporttal is. Éppen Magyar Boglárka, aki most végzős diákunk, ennek az első osztálynak volt ugye a tagja. Most végeznek azok a diákok, akikkel kezdtük ezt a bizonyos képzést. Hogyan tovább? Hát innen feltétlenül csak tovább lehet haladni. Én nagyon-nagyon örülök, hogy van egy fiatal kolléganőm, Tarné Pásztor Nikoletta, aki szintén a 9-es diákjaival eljött, és ők is egy nagyon színvonalas előadást mutattak be, de hát nyilván még itt a gyerekek kicsik, még sokat kell fejlődniük, tanulniuk, hisz a mostani darabban bár 9-esek is részt vettek, de azért zömében a 10-11. Évfolyamról voltak diákok. Tehát ez is mutatja, hogy van igény, van utánpótlás, és reméljük, hogy ők is ezt az utat fogják tovább folytatni, és ugyanilyen szép sikereket érnek el. 2 év múlva éppen beérnek. Így van. Mikó Gyöngyi, szívből gratulálok még egyszer, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióhoz. Köszönöm szépen én is a lehetőséget.